Hajléktalan emberek ezen a felvételen nem elég, hogy a fedél nélkül élők kiszolgáltatott helyzetben vannak, még a társaik között is akadhat olyan személy, aki megkárosíthatja őket. Ilyen ügyben emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A vádirat szerint a 40 éves vádlott férfi Pécs területén hajléktalanként él. 2023. decemberében egy délután együtt tartózkodott egyik hajléktalan szálon, mások köztük a sértett nő társaságában. Együtt italoztak, közben a sértett nő az asztalra borulva elaludt. A vádlott kihasználva a sértett alvó, így védekezésre képtelen állapotát, elvette a sértett nő mobiltelefonját, 20 000 forint készpénzét, és levette a lábáról a cipőit is. Ezeket eltulajdonította. A kifosztással 75 000 forint kárt okozott. Tettének súlyos következményei lehetnek, főleg azért, mert nem először követel törvénybe ütköző cselekedetet. A pécsi járási ügyészség kifosztás büntettével vádolja a férfit. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés, de tekintettel arra, hogy a vádlott többszörös visszaeső, vele szemben a büntetési tétel felső határa a felével emelkedik, így az irányadó büntetési tétel keret 1 évtől 7,5 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség a vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza. Így akár évekre börtönbe kerülhet a vádlott. Erről majd a bíróság dönt. Az eltulajdonított személyes tárgyakat megtalálták, azokat sikerült visszaadni a tulajdonosának.